Sziasztok! Lóri vagyok, és ebben a videóban a kockázatokról fogok beszélni. Kockázatok nélkül nincsen stratégia. Ez egy nagyon fontos állítás, amit érdemes fejben tartanunk megoldásunk elkészítése közben. A legjobb tervnek is lesznek kockázatai, ezért fontos, hogy azokat előzetesen megnevezzük, és kínáljunk rájuk kezelési módokat. De miért is van minden tervnek kockázata? Rengeteg tényező van, mely befolyásolhatja tervünk kimenetelét. Egy haditerv esetében fontos például, hogy az ellenfél ugyanúgy taktikázik, mint mi, ami teljesen megboríthatja elképzeléseinket. Emellett pedig akár olyan balszerencsés események sora is befolyásolhatja tervünk sikerességét, mint például egy fontos hadvezér elvesztése, aki miután túlságosan felöntött a garatra, az ágyához tartva leesett a lépcsőn és kitörte a nyakát. Az ilyen és ehhez hasonló tényezők jelenléte miatt fontos tehát, hogy kidolgozzuk a kockázatokat, hogy minél kevesebb helyzetben találjuk magunkat meglepve. Fontos továbbá, hogy egy terv kockázatai különböznek egymástól mértékükben, ezért érdemes őket egy egyszerű módszer alapján csoportosítani. A módszer lényege, hogy minden kockázatot két szempont alapján vizsgálunk meg. Egyfelől megbecsüljük a kockázat bekövetkezésének valószínűségét, másfelől pedig megnézzük, hogy amennyiben bekövetkezne, az milyen mértékben befolyásolná a stratégián kimenetelét. Tehát vegyük át újra a lépéseket. Először is gondoljuk végig, hogy mik a lehetséges kockázatok. Ezután vegyük sorra azok bekövetkezésének valószínűségét, majd gondoljuk át, hogy vajon milyen mértékben befolyásolnák azok stratégián kimenetelét. Végül gondoljuk végig, hogy milyen lépéseket tehetnénk afelé, hogy megoldást nyújtsunk ezekre a problémákra. Most pedig nézzük meg ezeket a lépéseket közelebbről, Szapolyai esetét példának véve. Megoldásunk szerint a Magyar Királyságnak Habsburgokkal szövetségben Budán kellene felvenni a harcot a törökökkel. De milyen kockázatai lehetnek ennek a tervnek? Először is lehetséges, hogy a Habsburgok nem segítenének a magyaroknak, mivel éppen saját háborújukkal vannak elfoglalva nyugaton, a franciákkal. Elképzelhető az is, hogy a Habsburgok a törökök legyőzése után megszállnák és beolvasztanák a Magyar Királyságot a birodalomba. Számolnunk kell továbbá azzal is, hogy a Habsburgok a törökök legyőzése után továbbra is csak egy ütköző államként tekintenének a Magyar Királyságra, és azt se felejtsük el, hogy az is előfordulhat, hogy a törökök elleni csata vereséggel végződik. Egyelőre ezekről a kockázatokról nem sokat tudunk, ezért itt az ideje, hogy csoportosítsuk őket a már korábban említett módszer segítségével. Menjünk tehát sorban. Annak a valószínűsége, hogy a Habsburgok nem segítenének a magyaroknak, meglehetősen alacsony, ugyanis nekik is érdekük, hogy a törököket megállítsák határaik előtt. A hatása ezen kockázatnak ugyanakkor már közepes mértékű lenne, mivel a magyar seregek nem valószínű, hogy egyedül fel tudnák venni a harcot a törökökkel. Ezt a kockázatot úgy kezelheti Szapolyai, hogy a Habsburgok mellett a pápai államtól kér segítséget a törökök visszaverésére, akiknek szintén az az érdeke, hogy lassítsák a muzulmán vallás térnyerését Európában. Következő kockázat, hogy a Habsburg birodalom beolvasztja a Magyar Királyságot egy esetleges győztes csata után. Ennek a valószínűsége közepes mértékű, ugyanis egy ilyen lépés növelni a birodalom erejét Európában, ugyanakkor komoly erőforrásokat igényelne a Magyar Királyság megszállása. Ennek a kockázatnak a negatív hatása arra a stratégiára, melynek célja egy szuverén Magyar Királyság fenntartása, meglehetősen magas, kezelése viszont lehetséges egy olyan előzetes megállapodással, ami garantálja, hogy a Habsburgok jól járnak abban az esetben is, ha a Magyar Királyság független marad, például az uralkodóházak házasságon keresztüli összekötésével. A harmadik kockázat, hogy a Habsburgok a törökök legyőzése után továbbra is egyfajta ütköző államként tekintenének a Magyar Királyságra. Ennek a kockázatnak a valószínűsége meglehetősen magas, ugyanis ez egyfajta status quo-t jelentene a Habsburgok számára, akik az elmúlt évszázadban viszonylag kis fenyegetettség mellett tudtak létezni az Oszmán Birodalom térnyerése mellett, tudván, hogy a Magyar Királyság egyfajta védővezetként szolgál a két birodalom között. A hatása ennek a kockázatnak ugyanakkor közepes mértékű lenne a stratégiánkra, mely egy hosszú távon független Magyar Királyságot vizionál. Ezt a kockázatot azonban további szövetségesek keresésével lehetne kezelni, amennyiben a Habsburgok segítsége egyszeri természetűnek bizonyulna, és az ország a továbbiakban sem tud önálló, ütőképes hadsereget kiállítani. Az utolsó kockázat, amit megemlítünk itt,
hogy a Habsburgok támogatása ellenére az Egyesült Seregek mégis elvesztik a törökök elleni csatát, és ezáltal a Magyar Királyság török megszállás alá kerül. Ennek a valószínűsége összességében alacsony, ugyanis a Habsburgok komoly erőt tudnak felmutatni, hatása viszont nagyon súlyos lehet az ország számára. Amennyiben a kockázat mégis bekövetkezne, a magyarok belső ellenálláson keresztül tudnák hosszú távon gyengíteni a török uralmat, amit külső szövetséges után kutatnak. Összefoglalva tehát, amikor egy stratégiát kockázatkezelési szempontból vizsgálunk, alapvetően négy kérdésre kell válaszolnunk. Mik a lehetséges kockázatok, mekkora bekövetkezésük valószínűsége, milyen mértékben befolyásolják stratégián kimenetelét, és miként lehetne őket kezelni. Amennyiben ezt a négy kérdést megválaszoljuk a fentiek alapján, úgy egy lépéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy egy kellően körültekintő és teljes megoldást nyújtsunk.